A szoptatás az élet alapja, köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. A Székesfehérváron szülő édesanyák 80%-a úgy térhet haza a kórházból, hogy képes anyatejjel szoptatni a gyermekét. Augusztus első hete egyébként a szoptatás világhete. Ezzel foglalkozunk a mai Esti Mérlegben, tartsanak velünk! A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékkel, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére sok országban egyre kevesebb nő szoptatja a gyermekét. Augusztus 1-e az anyatejes táplálás világnapja, amelyet az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF hozott létre a csecsemők egészséges táplálása érdekében. Székesfehérváron arra is van lehetősége az édesanyáknak, hogy szakembertől kérjenek tanácsot a szülést követően az ingyenes laktációs babamama program keretében. Itt a szabadművelődés házában. A szoptatás támogató csoport az azért jött létre, hogy az anyukák egymást tudják támogatni abban, hogy a szoptatás az mennyire jó, nem csak az anyukáknak nyilván, hanem a babáknak, és hogy nyilván azok a nehézségek, amik előfordulnak, abban nagyon nagy támogatást tudnak az anyukák egymástól kapni, úgy, mint persze szakembertől is. Nyilván szoptatási tanácsadóként információkkal tudom az anyukákat ellátni, ami a sikeres szoptatáshoz vezet, és ugye a boldog együttléthez és a boldog növekedéshez járul hozzá. 1 millió gyermek életét menthetné meg, ugyanis évente a világon az élet első órájában megkezdett szoptatás, és a kizárólagos szoptatás az első 6 hónapban. Vannak édesanyák, akik kifejezetten a szoptatás hívei, a programot pedig azért látogatják, hogy megosszák egymással tanácsaikat a szülést követően. Van olyan édesanya, aki más anyukáknak szeretne segítséget nyújtani eddigi tapasztalataival. Nekem már van egy nagyobb kislányom is, akivel szintén jártunk ebbe a csoportba, és vele nagyon sokat küzdöttünk az elején a szoptatással, és nagyon sok támogatást kaptam itt. És hát ki is alakult egy jó kis közösség, azóta van, akikkel többekkel össze is járunk, meg látom azt, hogy vannak nagyon nehéz helyzetben lévő anyukák, akik máshonnan nem tudják megkapni azokat az információkat, meg azt a fajta lelki támogatást, amit itt meg tudunk adni egymásnak. Úgyhogy hál' Istennek, mivel Bogival nincsenek problémáink a kezdetektől fogva, azért úgy gondoltam, hogy vele is szeretnék ide járni, mert az információ, meg az a fajta lelki segítés, ez nagyon jól jön másoknak is. A lelki feltöltődés mellett az édesanyák a program során sok hasznos információval gazdagodhatnak. Ilyen például a szoptatás. Is. Az édesanyáknak arra hívja fel a szakember a figyelmét, hogy az anyatejben olyan semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a fertőzésekkel szemben, erősítik az immunrendszert, de a szoptatás az anyának is jót tesz, ugyanis csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát. A Fehérváron szülő anyukák több mint 80%-a úgy megy haza a kórházból, hogy képes anyatejjel táplálni gyermekét. Ez országos szinten is kiemelkedő arány. A koraszülött húgó cumis üvegből kapja a tápláló finomságot. Nincs ugyanis tisztább, egészségesebb élelmiszer egy újszülött számára, mint az anyatej. Ez a természetes táplálási mód azonban nem minden édesanyának sikerül elsőre. A székesfehérvári újszülött osztályon mindent elkövetnek a szakemberek annak érdekében, hogy segítsenek a kismamáknak leküzdeni a szoptatással járó nehézségeket. A baba-barát szemlélet ez esetben is hasznosnak bizonyul. Úgy gondolom, nagyon nagy szerepe van a védőnőknek, és hát a médiának is, hogy mennyire nagyon fontos, hogy anyatejjel táplálja egy anya a gyermekét, és amikor bejönnek az anyukák hozzánk szülni, akkor általában úgy is készülnek, hogy ez majd akkor zökkenőmentesen megy, hát nem mindenkinél sikerül, de nagyon nagy eredményeket értünk el, főleg azóta, mióta 2015-től bababarát kórház vagyunk, így az anyák közel 80%-a ugye hagyja el a kórházat 3 nap után is, akár már, hogy kizárólag szoptat anyatejjel táplálja gyermekét. Miért fontos ez, és milyen hosszan tartson ez az időszak? Hát szakemberek azt ajánlják, hogy legalább 6 hónapig teljesen csak anyatejjel, kizárólag anyatejjel tápláljanak, és utána addig, ameddig még a babának és az anyának is jól esik, de a 6 hónap az mindenképpen ajánlott, és
A hozzátáplálás az megkezdődhet ez alatt az időszak alatt. Van, aki azt mondja, hogy 4 hónaposan már meg kell kezdeni, van, aki ugye, mint ön is, a 6 hónapot említi. Mi az ideális, vagy mi a tapasztalat? A hozzátáplálást meg lehet kezdeni, mert azt tesszük észre, hogy minél később kezdődik el a hozzátáplálás, annál nehezebben fogadja el a baba a más élelmiszert, és nagyon sokszor azért kerülnek ide be, mert táplálási problémából kifolyólag nem úgy fejlődnek, mert hogy csak anyatejet kapnak, és azért egy idő után szükség van arra, hogy hozzátápláljunk. A szoptatás gyakoriságáról is megoszlanak a vélemények, van, aki az igény szerinti szoptatásban hisz, és van, aki pedig a rendszerben. Ön mit mond, mint szakember? Hát amikor én 31 éve elkezdtem dolgozni, akkor nagyon szigorúan 3 óránként toltuk ki a babákat az anyukákhoz. Ugye most már kint vannak 24 órás roomingben, tehát egyfolytában együtt vannak, és azt kérjük az anyukáktól, hogy igény szerint szoptassanak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy fél óránként akkor mindig merre kell tenni a babát, de a baba nagyon jól jelzi, hogy ő éhes, erre az anyukákat fel kell készíteni már a várandós gondozás alatt, hogy milyen jelei vannak annak, hogy éhes a baba, és akkor merre teszi a gyermeket, és egész biztos, hogy megnyugtatja. A szoptatási folyamatnak nem csak azért vannak nehézségei, mert esetleg a tej nehezen indul be, hanem aztán jönnek azok a bizonyos csomók amelybe, vagy pedig a tejláz. Ezek ellen hogyan lehet küzdeni, vagy ezek ellen ezekre felkészülni? Hát nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, 2 védőnő is dolgozik az osztályunkon, sőt egy hónappal ezelőttig volt még egy szoptatási tanácsadónk is, csak ő elment máshová dolgozni, úgyhogy ők nagyon nagy segítséget adtak nekünk ebben, hogy az anyukáknak támogassák abban, hogy hogyan kell esetleg kiüríteni a mellett, hogy ne legyen csomós, de ugye az igény szerinti szoptatással azért csökkent a fejéseknek a száma is, mert amit kínálat van, vagy kereslet van, az a kínálat is, és nem kell annyit fejni a mellett, és egyre ritkábban találkozunk begyulladt mellekkel, csak azért, mert nem ürül ki a tej. Milyen praktikák vannak arra, hogy az a bizonyos tejbelövés megtörténjen, vagyis hogy elinduljon a tejtermelődés, hogyha ez nem indul már meg a szülés következtében? Hát a legelső praktika, ami végül is nem praktika, ugye most már köztudott, hogy mekkora nagy divat lett, vagy nem is divat, ez idézőjelben divat, de hogy családbarát szemlélet uralkodik a szülés körül is már, és amikor megszületik a baba, akkor minimum 1 órán keresztül az anyukáján van. Ez alatt az idő alatt egy 9 stádiumon esik át, és a legvégén elkezdi keresni az anya mellét. Ha ez nem történik meg, akkor természetesen ott vannak az újszülöttes nővérkék, és segítenek ebben, hogy a szülőszobán megtörténjen az első merretétel. Ennek azért van nagy jelentősége a későbbiekben, mert akkor már az anyuka tudja, hogy igen, fog tudni szopni a babája, valószínűleg egy pár csepp előtejet, kolosztrumot szopott is a baba a szülőszobán, aminek ugye van egy kis hashajtó hatása, tehát előbb el fog indulni majd a mekónium ürítése, ami ugye megint egy diszkomfortérzést okoz a babának, hogyha nem ürül ki, és ebből kifolyólag, hogy ott már megtörtént ez a kontaktus, tehát egy bőr-bőr kontaktusban voltak, a lelki dolgok is elindítják arra az irányba az anyukát, hogy itt biztos, hogy jól fog menni a szopás. 1992-ben a WHO ugye világnappá nyilvánította az anyateljes táplálás világnapját. Ez hozott egyfajta pozitív változást? Hát ha még akkor nem is, én úgy gondolom, hogy az elmúlt 10 évben kimondottan azt vesszük észre, lehet, hogy már 15 is van, amióta együtt lehetnek az anyukák a gyermekükkel, és nem ismeretlenként mennek haza 5-6 nap után a kórházba, mert ugye az elején is mondtam, hogy 3 óránként kitoltuk, fél órát kint volt az anyukánál és vissza, sok anyuka levetkőztetve akkor látta először a babáját, mikor hazavitte. Ez most ugye nem így van, mert az első pillanattól kezdve még a császáros anyukáknál is bent vannak a babák, és ugye segítséget kapnak, hogy el tudják őket látni. Ebből kifolyólag, mivel hogy mindig kéznél vannak ők is, és tudják, hogy csak azzal tudják megnyugtatni, és egy olyan anyai ösztön születik velük ezzel, hogy ők szoptathatnak, hogy azóta szerintem nagyon nagy sikereket lehetett elérni. És ami még nagyon fontos ehhez mindenképpen, hogy ugye most is például itt állunk a koraszülött osztályon, azért nem mindenkinek úgy történik meg a szülés, mint ahogy elképzelte, és mondjuk a koraszülött osztályon van a babája, és hogy itt mekkora jelentősége van annak, hogy minél korábban megfelelő mennyiségű anyatejet kapjanak a babák, de az egy dolog, hogy anyatejet kapnak. Ha az anyuka keveset van ide bent a babával, akkor egy teljesen más jelenlő lesz az anyatej táplálás, tehát neki is nagyon sokat itt kell lennie.
Hogyha már említette, ugye van, akinek tényleg nem jön össze ez a fajta etetési mód. Van-e itt mód Székesfehérváron arra, hogy anyatejet vásároljanak azok az édesanyák, akiknek ez nem adatott meg? Hát sajnos Székesfehérváron nincsen anyatejgyűjtő állomás. Mi már nagyon sokat gondolkodtunk, hogy lehet, hogy a kórházba érdemes lenne egyet valahogyan engedélyeztetni, mert kimondottan, amit mondtam, és koraszülötteknek nagyon nagy jelentőségű lenne az anyatej adása az első pillanattól kezdve. De ugye itt nincs. Ha a védőnők tudnak valakiről, akkor esetleg megtörténik a két szülőnek az összehozása, de egyébként így központilag nincsen gyűjtőállomás. A legfrissebb felmérések szerint a szülés előtt álló anyák nagy többsége tudatosan készül a szoptatásra. Már a terhesség alatt szakkönyvekből, internetes portálokról és szakorvosoktól szerzik be az elméleti tudást, miközben lélekben is felkészülnek a meghatározó időszakra. A csecsemők fele 4 hónapig, egyharmaduk pedig fél évig részesül anyatejes táplálékban. A csecsemő kisgyermektáplálási gyakorlat. Több édesanya és kismama is ellátogatott babájával szerda délelőtt a Szabadművelődés házába. Az anyatejes táplálás világnapján fontos információkkal gazdagodhattak az érdeklődők a szoptatás világhete alkalmával. Nagyon fontos a gyerekeknek a fejlődése szempontjából is, tehát igazából én azon törekszem, hogy arra törekszem, hogy az alán is minél tovább tudjon szopizni. Hát ugye az egészsége miatt, egészségmegőrzés, illetve ez egy intimitás, tehát így a fejlődésében nagyon sokat segít, mint pszichésen, mint fejlődésileg. Megérted közben a mikrofon? Úgyhogy fontosnak tartom, igen, mindenképpen. Hogyha teheti az ember, mert ugye nem mindenki tud szopiztatni, akkor mindenképpen minél tovább. A szoptatás az nagyon-nagyon fontos a baba és a későbbi kisgyermek, gyermek, felnőtt életében. Tehát, hogy olyan hosszú távú hatása van a szoptatásnak, az anyatejnek, amit nem biztos, hogy még eléggé értékeljük most még. Azt gondolom, hogy azért vagyunk, hogy ez minél szélesebb körben terjedjen el, hogy tudják az édesanyák, hogy ezzel az egész életét megalapozzák a kisbabáknak és a gyermekeiknek, és hogy nem csak nekik lesz jó, hanem saját maguknak is. Tehát, hogy tudjuk ma már, hogy a hosszantartó szoptatás, hogy az édesanyákat védi, ugye mellrák, petefészekrák, a szív- és érrendszeri betegség, a csontritkulás kockázatát csökkenti a hosszú távú szoptatás. Tehát, hogy ez mindenkinek nagyon-nagyon jó hatású. És hogyha a baba egészségét nézzük, akkor mennyi ideig érdemes, vagy mondhatjuk, hogy mennyi ideig kell, vagy kellene szoptatni őket? Hát nyilván, hogy kell, ilyenről nem nagyon szoktunk beszélni. Az a WHO azt javasolja, hogy 6 hónapos korig kizárólagosan, tehát az azt jelenti, hogy csak anyatejet kap a kisbaba, tehát hogy csak szopizik, semmi más nem kap, cumi-cumi süveget és vizet, teát, stb. Nem kap, hanem csak szopizik és anyatejet kap. Ezt követően 1 éves koráig döntően anyatejet kap. Ehhez már ugye a hozzátáplálás becsatlakozik, tehát ugye a szoptatást követően kapnak némi más szilárd ételt, és 2 éves korig mindenképpen javasolt a szoptatás, és azon túl, hogyha ez az anyának és a babának is egyaránt jó, már pedig jó szokott lenni. Mennyire törekszenek egyébként az édesanyák arra, mi a tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy hát tulajdonképpen a természetes utat válasszák, és hát úgy menjenek haza kórházakból, hogy képesek legyenek szoptatni a gyerekeket? Nagyon ritka igazából, aki már előtte eldönti, hogy nem szeretne szoptatni. Az anyák döntő többsége, tehát itt Magyarországon azért több mint 97% szoptatással indul. Tehát, hogy ez még talán nálunk még azért ez egy jó helyzetben van, hogy szeretnének szoptatni az anyukák. Aztán jönnek azok az információk, amik már sajnos nem egészen jók, hogy sikeres is legyen a szoptatásuk. Székesfehérvár 2011 óta szervez programokat a Szoptatás Világhetén, hogy az édesanyák minél több érdekes és hasznos dolgot tudhassanak meg magukról és babájukról. Az egészséges életkezdetről beszélünk ebben a körben. Nekünk nagyon fontos, idén nyitottunk, most szeptember 1-jével nyílik az egészségfejlesztési iroda a városban, de évek óta, 2011 óta foglalkozunk egészségfejlesztési programokkal, és már hagyományosan minden évben megrendezzük az anyateljes táplálás világnapja környékén a programjainkat, mert az egészséges életkezdet, az egészséges fejlődés az egy nagyon-nagyon fontos
kérdés mindenki számára, a családok számára is, és az egész társadalom közösség számára is nagyon fontos kérdés. Hiszen nagyon fontos, hogy a családok minél több támogatást kapjanak. Székesfehérváron és igazából egész Magyarországon nagyon fontos az, hogy a családokat segítsük, az, hogy megállítsuk a fogyó népesedést, és minél több segítséget adjunk azoknak, akik családot vállalnak, akik gyerekeket vállalnak. Ehhez nagyon sokféle intézkedés elképzelhető. Ehhez hozzátartozik a létesítmények fejlesztése, bölcsödék, óvodák felújítása, újak létesítése, de fontosak az ilyen rendezvények is, ahol találkoznak a kismamák, és esetleg másoknak is továbbadják ennek az örömét. Itt Fehérváron még milyen lehetősége van a családoknak, illetve, ahogy ön is említette az imént, a fogyó népesség kapcsán, milyen lehetőséget teremtenek ahhoz, hogy hát ez egy kicsit megforduljon? Anyagi és erkölcsi támogatást tudunk ehhez adni, tehát a szociálpolitikánk, a támogatási rendszerünk is olyan, amelyik a családokat segíti, és ezen kívül mindent elkövetünk, hogy a kultúra, a sport és az egészségügy területén is olyan fejlesztéseket indítsunk, amelyek segítik az ő működésüket. Idén a Szoptatás az élet alapja címmel várták az édesanyákat és a leendő anyukákat a programokra, ahol válaszokat kaphattak például arra, hogy miért is fontos a szoptatás, mit is tartalmaz az anyatej, és mi a teendő a csecsemő és kisgyermekkori balesetek bekövetkezésekor, de szó volt arról is, hogy miért hasznos az ölbeli játék, vagyis a korai fejlesztés a kisbaba életében. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Remélem, hogy tudtunk hasznos, fontos, érdekes információkkal szolgálni a szoptatásról, az anyatejes táplálás fontosságáról. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!